szörnyű tragédia történt a hétvégén, ahol az újvidéki állomáson egy baleset következtében 14 ember vesztette el az életét, és nagyon súlyos sérültek is vannak. A Demokratikus Koalíció nevében is szeretném részvételmet nyilvánítani az elhunytak családjának, és jobbulást kívánni a sérülteknek. Ugyanakkor vannak ennek az ügynek magyarországi tanulságai is. Hiszen ezt az újvidéki állomást nem is olyan régen Orbán Viktor avatta fel a szerb elnökkel a választási kampányban, de nem csak ez az összefüggés, hanem az is, hogy a Budapest-Belgrád vasút szerbiai szakaszának az építkezését, amelyiken ez az állomás is található, és aminek állomásnak a felújítása része volt ennek a projektnek, egy olyan cég felügyelte, ami Magyarországon is számos vasúti beruházásban vesz részt, legtöbb esetben a Mészáros féle vállalkozások Üzleti partnereként többek között a Kelenföld, 100 halombatta Ercsi vasat esetében is ez a cég végzett el nagyon fontos felügyeleti munkákat. És emiatt aztán egy sor kérdésünk van. Hiszen, hogyha megtörténhetett egy súlyos baleset a kínai, a káltal épített Budapest-Belgrád vasút szerbiai szakaszán, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy a Magyarországon épülő szakasz, amit ugyanazok a vállalkozók építenek, az biztonságos-e. És el kell gondolkoznunk azon is, hogy azok a beruházások, amiket ugyanaz a cég felügyelt, mint ezt a szerbiai beruházást, azok a vasúti beruházások Magyarországon biztonságosak-e. Ezért megkérdeztem Lázár János, építésért felelős minisztert, hogy felvették-e a kapcsolatot a szerbiai hatóságokkal, hogy megtudják, hogy mit alapított meg a vizsgálat. Megkérdezem tőle azt, hogy felülvizsgálják-e a Budapest-Belgrád Vasút Magyarországi szakaszát, hogy kiderüljön, hogy ott nincsen hasonló biztonsági probléma. És megkérdezem azt is, hogy felülvizsgálják-e azokat a beruházásokat, amelyeket ugyanaz a cég felügyelt, mint aminek a leányvállalata Szerbiában is felügyelte ezt a beruházást, hogy ezek a beruházások biztonságosak-e. Így ezt a mögöttünk lévő Kelenföld százhalombata Ercsi vasútvonalat is. A demokratikus koalíció számára nagyon fontos a közösségi közlekedés, nagyon fontos, hogy az emberek biztonságban eljuthassanak az uci Éppen ezért nem hagyjuk azt, hogy a fideszes üzleti körök Magyarországon is veszélyeztessék az utazók életét. Ezért várjuk el azt, hogy alapos vizsgálat tárja föl azt, hogy van-e köze Mészáros Lőrinc üzlettársainak, a fideszes vállalkozásoknak az újvidéki szörnyű tragédiához, és ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen Magyarországon is megtörténjen az érintett vasútvonalak biztonsági felülvizsgálata. Ezért kérdést adtam be Lázár János építési miniszterhez, hogy válaszoljon arra, hogy felvették-e a kapcsolatot a szerbélyi hatóságokkal, hogy megtudják azt, hogy milyen érintettsége van magyarországi cégeknek ebben a szörnyű balesetben, ami újvidéken történt. Megkérdezem Lázár Jánostól azt, hogy megvizsgálják és felülvizsgálják-e biztonsági szempontból a Budapest-Belgrád vasútvonal Magyarországon épülő szakaszát, hogy ott ne történhessen hasonló tragédia. És megkérdezem azt is Lázár Jánostól, hogy felülvizsgálják-e annak a cégnek a felügyeletével megvalósult beruházásokat, amelyiknek leányvállalata felügyelte Szerbiában is ezt az építkezést. Nekünk a legfontosabb az utasok biztonsága, ezért minden utazó és minden magyar ember nevében sürgős válaszokat követelünk Lázár Jánostól. Veszélyben vannak-e a magyar vasúton utazók.